Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, és köszönjük, hogy velünk tartanak ezen a rendhagyó üzleti reggelin. Rendhagyó, hiszen a személyes találkozásra nincs most lehetőség, ezt igyekszünk pótolni ezzel az online találkozóval, ahol tájékoztatást adunk az előttünk álló időszakról, és igyekszünk megválaszolni minden kérdést. Ez a mai üzleti reggeli a terveink szerint a beszélgetés egy olyan 3/4 órát tart körülbelül. Várjuk közben folyamatosan a kérdéseket. Akár a YouTube, akár a Facebook csatornán néznek bennünket, feltehetik írásban a kérdéseket. A végén természetesen mindegyiket megválaszoljuk. Itt van velünk a stúdióban Gancer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója, Tihanyi Klára, a Hungexpo üzletfejlesztési igazgatója, és Szilvási Krisztina, a Hungexpo kereskedelmi igazgatója. Gábor, téged kérdezlek először, ugye most már bő egy hete ismert a kormánynak az a rendelkezésre, hogy meghosszabbítják a korlátozásokat, tehát a hónap végéig biztosan nem lehet semmilyen rendezvényt tartani, de az követő időszak is még bizonytalan egy kicsit. Mit tehet egy rendezvényszervező ebbe a helyzetben, hogyan készülhet? Igen, a kormány döntése alapján ugye március 1-ig tartja fönt ezeket az intézkedéseket, miszerint például rendezvényeket sem lehet tartani. Ezért mi itt a Hungexpónál úgy döntöttünk, hogy a március 1. hetében került volna megrendezésre az agromas kiállításunk, és ezt követte volna március 3. hetében a Fehova és a Budapest Boatshow kiállítás, és hát így a rendkívüli helyzetre való tekintettel rendkívüli megoldáshoz folyamodtunk, és azt mondtuk, hogy nyilván felelősséggel tartozunk ezeknek az ágazatoknak, ezeknek a szektoroknak, a kiállítóinak, illetve a látogatóinak, ezért a digitális térbe visszük át ezeket a kiállításokat. Ez azt jelenti, hogy idén nem lesz fizikailag megrendezett agromas kiállítás, sem Fehova, sem Budapest Boatshow, hanem a digitális térben, egy digitális platformon keresztül szolgáljuk ki a kiállítói és a látogatói igényeket, hogy ne maradjanak üzlet nélkül, hiszen a Hungexpónak ez a feladata, ez a küldetése, hogy kiállításokat szervez annak érdekében, hogy üzletet generáljon az adott szektoroknak, és ezt ugye nem tehetjük meg, hogy nem csinálják semmit. Nyilván tudjuk, hogy 100%-ban nem tudja pótolni a digitális kiállítás, a fizikai kiállításon való megjelenést, legyen látogatóról vagy kiállítóról szó, de mindenképpen tud segíteni abban, hogy üzletet generáljon, és mégis valami történjen. A kiállítók át tudják adni azokat az információkat az újdonságokról például, vagy a programok keretében akár szakmai szervezetek, akár állami szereplők el tudják mondani, hogy az adott szektorban éppen mi van, akár itt a digitális stúdióban, ahol ülünk. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy mindenképpen csinálunk valamit, mindenképpen rendezünk valamit, mindenképpen befektetünk a jövőbe annak érdekében, hogy mondjuk 2022-ben már nyilván fizikai kiállítás keretein belül tudjunk találkozni a kiállítóinkkal és a látogatóinkkal. Nyilván azt gondolom, és ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudjuk. Tehát a digitális kiállítás nem ugyanaz, mint egy fizikai kiállítás, viszont a jövőre nézve pedig egy nagyon jó tanuló időszak ez nekünk, hiszen megtanuljuk azt, hogy ez hogyan tudja jól kiegészíteni majd, amikor rendesen fizikai kiállításokat rendezünk a régi formájában, a régi erejével maguknak a kiállításoknak, akkor hogyan fogja ez kiegészíteni ez a digitális megoldás ezeket a fizikai kiállításokat. Gondolok itt arra, hogy olyan kiállítókat fogunk tudni elérni, akár a tengeren túlról is, akik egyébként fizikai kiállításra nem jönnének el, viszont érdeklődnek a magyar piac iránt, meg tudnak jelenni a virtuális térben, meg tudják mutatni saját magukat, és egyébként a látogató szempontjából is nagyon hasonló a helyzet, hiszen olyan látogatók, akik nem tudnak ide utazni, megnézni a magyar kiállítóknak a kínálatát, azok mégis az online térben majd ezt meg fogják tudni tekinteni a jövőben. Tehát ez nagyon jól fog így együtt működni, sajnos, ami nagyon-nagyon hiányzik, az, hogy idén nem tudunk fizikai kiállítást rendezni, de ahogy te is mondtad, virtuális formában akkor ezeket megrendezzük. Az idént azt azért pontosítsuk, hogy márciusban legalábbis még azért bizakodunk abban, hogy idén agromast. Idén agromast. Idén agromast, idén Fehovát, és idén Budapest Boatshow-t, igen. Igen. Kriszta, téged kérdezek, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen virtuális kiállítást? Mire alkalmas ez a platform, és egyáltalán mit lát az, aki meglátogatja a kiállítást?
Nagyon sok platformot megnéztünk, amikor úgy döntöttünk, hogy virtuális kiállítást szeretnénk, akár a fizikai kiállítás kiegészítéseként, akár a helyet kínálni a kiállítóinknak, látogatóinknak. Igyekeztünk egy olyan platformot találni, és szerintem sikerült is, ami nagyon könnyen kezelhető a nagyon nagy látványelemek helyett, inkább a praktikusságra, könnyen kezelhetőségre helyezi a hangsúlyt. Körülbelül ugyanúgy kell elkezdeni, nyilván nagyon sok korláttal, mint az élő kiállítást. A kiállító bemutatja a termékeit, átgondolja, hogy mi az, ami neki fontos, ami éppen újdonság, vagy a szezonalitás miatt fontos. Ezeket bemutatja a látogatóknak, a látogatók pedig szemlézhetnek a kiállítóknak a ajánlatai között. Lehetőség van beszélgetni is a kiállító és a látogató között. Nyilván nem tudnak együtt meginni egy kávét, vagy egy pohár bort, de mindenképpen akár chat funkcióval, akár videó funkcióval tudnak egymással élőben is beszélni. Úgy tudom, hogy szétnéztetek kicsit a nemzetközi szintéren is. Milyen példákat láttatok, mennyire elterjedt ez a gyakorlat? Természetesen megnéztük a nemzetközi példákat is. Ugye a kiállítások piacán a legnagyobb szereplő Németországot vannak majdnem minden ágazatban a világvezető kiállításai. A német vásárok már elég jó ideje foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nagyon sok agráriumot nézzük, sok kiállítás átment a virtuális térben, néhány hete volt a Grünewoche, szintén csak virtuálisan megrendezve, nem sokára nyit a Biofac, az is virtuális lesz. A bolonyai EIMA szintén virtuális térben került megrendezésre, de ha ezen kívül is nézzünk az agráriumon kívül, akkor is az épületgépészet vezető kiállítása, az ISH is átment online térbe, az építőiparból a BAU szintén online került megrendezésre. Tehát számos ilyen példa van, nyilván nem találtuk fel ezzel most mi se a spanyol viaszt, alkalmazkodunk a nemzetközi trendekhez, és igyekszünk világszínvonalú szolgáltatást nyújtani a látogatóinknak. Köszönjük. Hát ezt jó tudni, hogy mások is hasonló cipőben járnak, és hasonló megoldások felé mozdulnak el. Klári, akkor egy kicsit részletesebben mutassuk be, hogy is működik ez a felület. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a nézőket. Először általánosságban szeretném bemutatni azt, hogy tulajdonképpen mit is tud ez a virtuális kiállítás, mind a kiállítók, mind pedig a látogatók szemszögéből. Ahogy Kriszta is mondta, az volt a fő célunk, hogy egyszerűen legyen kezelhető, illetve nagyon fontos volt számunkra az, hogy legyen benne ez a chat funkció, mert úgy gondoljuk, hogy az írásos is, de főképpen a videó chat az, ami egy picikét helyettesíti most ezt a fizikai jelenlétet és a személyes beszélgetések hiányát, úgyhogy mindenképpen egy ilyen platformot szerettünk volna keresni, és egyébként mobilról és tabletról is működik, letölteni sem kell. Ami még meggyőző volt számunkra itt az Easy Virtual Fairnél, ez a neve a cégnek, illetve magának a platformnak, ugye a nevében is benne van, hogy könnyen kezelhető, az pedig a referenciáik, itt látható, hogy 5 millió látogató, és majdnem 10 000 kiállító használta már ezt a felületet, úgyhogy én úgy gondoltam, vagyis hát mi úgy gondoltuk itt a UngExpo-nál, hogy ezek meggyőzőek, és számunkra is jók lesznek. Mielőtt elindul ez a kis rövid film, ami egyébként angolul fog menni, és magyar felirat van hozzá, ez csak egy bemutatkozó rövid film. Itt láthatnak egy úgynevezett 3D-s pavilonrajzot, ezek a kis virtuális standocskák, erről majd későbbiekben még szó lesz, és akkor kérném szépen, hogy most induljon el a film. Have you ever attended a virtual fair? It's a digital environment where you can meet with attendees online from the comfort of your office. At a virtual event, you'll get a completely customized booth with your brand. Digitally manage all the contact information of the participants who entered your booth. Chat with the attendees and engage with them on their phones. Reach a larger audience. There are no borders on the internet. It's all about digital transformation. Show how digital your brand is. And this virtual fair is totally ready to be a great success for you. Easily accessible through your mobile device. Tailored to be millennial and user-friendly. You'll get complete metrics of who visited your booth. Contact us today to learn more about how you can participate.
köszönöm szépen. Itt igazából két dolgot szeretnék csak kiemelni, ami a filmben elhangzott. Az egyik az, hogy felhasználó barát, tehát a látogatók is könnyen fogják tudni kezelni, illetve az, hogy a kiállítók le tudják majd tölteni a látogatóik adatait, tehát azoknak a látogatóiknak az adatait, akik a standjukra kattintottak és körbenéztek. És akkor most nézzük a kiállítói lépéseket is a prezentációban tovább. Tehát ugye háromféle szolgáltatási csomagot állítottunk össze, ezek megtalálhatók már a kiállításoknak a weboldalain, meg a jelentkezési lap is hozzá, és amikor ugye megkapjuk a kitöltött jelentkezési lapot a kiállítóktól, akkor várhatóan az Agromas esetében már a jövő héten el fogjuk küldeni a kiállítóinknak a belépési nevet és a jelszót, és akkor saját maguk fogják tudni kezelni a felületet és feltölteni a különböző információkat. Ki tudnak választani egy mintastandot is, 10 féle van egyébként itt a képen, pont az egyik látszik. Ki tudnak választani egy virtuális ügyintézőt is, hogy ne legyen ennyire üres, és különböző céges információkat, anyagokat, ajánlatokat, ezeket mind föl tudják tölteni erre a platformra. Itt azt szeretném kiemelni ezen a szlájdon, hogy kb. Mint a fizikai kiállítás, tehát minél nagyobb a tartalma egy standnak, minél több úgymond attrakció, vagy pedig termékismertető található meg, nyilván annál vonzóbb lesz itt a virtuális látogatók számára is, úgyhogy ezeket a lehetőségeket érdemes lesz majd kihasználni, tehát föl lehet tölteni nyilván a weboldalt, egyéb social media felületeket, és ami még szintén fontos, ez a chat naptár elérhetőség, hogy a kiállító tulajdonképpen be tudja állítani majd magának, hogy ő mikor ér rá, akár az írásos, akár a videó chatre válaszolni, úgyhogy nem kell igazából reggeltől estig ott ülni a gép előtt, de nyilván, ha valaki keresi, akkor meg fogja tudni találni a későbbiekben. És akkor erről pedig már volt szó, hogy a kiállítók adatait le tudják tölteni. Itt most mutatok még egy pár mintastandot, amikből majd úgy a felületen a kiállítók tudnak választani. Igazából 10 féle van, és nagyon egyszerűen dekorálható 3 különböző felület van rajtuk, úgyhogy képeket, illetve logót lehet rájuk föltölteni. Itt még egy pár stand. És ahogy az elején említettem, ugye 3 féle csomagot alkottunk, a különbségek nyilván a szolgáltatás tartalomban jelentkeznek, nyilván árban is eltérőek, ami a lényeg, hogy már a mini csomagban is van chat lehetőség benne, egyszerre 3 ügyféllel tudnak írásban vagy akár videóformában kapcsolatot teremteni, és így az üzleteiket elősegíteni. A midi csomagban ott már egy webinár link is szerepel, meg nyilván több a tartalma szám szerint, tehát ajánlatokban, termékismertetőkben, plusz egy Facebook posztot is adunk a midi csomagos kiállítóknak. A maxi csomagban pedig azt szeretném kiemelni, hogy egy előzetes kommunikációt is adunk mellé, 1000 címre IDM kiküldést, illetve a kiállítás zárását követően az összes beregisztrált virtuális látogatónak el fogjuk küldeni a kiállító IDM levelét, ajánlatát. És akkor egy pár szót általánosságban a látogatói lehetőségekről. Ugye számukra az nagyon vonzó lehet, gondolom, hogy egy regisztrációt követően díjmentesen tekinthetik meg ezt a platformot. Úgy kell elképzelni, hogy amikor belépnek, akkor látnak egy virtuális fogadócsarnokot, illetve egy pavilont. Pavilont ugye azokkal a kis standokkal, amit az előbb mind a film előtt mutattam, és közöttük tudnak egy ilyen kereső funkcióval megtalálni azt, akik számukra érdekesek, és gyakorlatilag a csetet is ugyanúgy fogják tudni használni, ahogy a kiállítók, tehát ez az egymással való kapcsolattartás miatt nagyon fontos. Köszönöm szépen, általánosságban akkor először ennyi, aztán majd a gyakorlati lépéseket egy picit később. Még vissza fog térni Klári. Ha már a látogatókról van szó, Kriszta, azt ugye látjuk, hogy a látogatókat, termékeket, szolgáltatásokat megtalálják ezen a digitális platformon, de mi a helyzet a programokkal? Van-e lehetőség a hagyományos programoknak valamilyen módon átültetésére ebbe a virtuális térbe?
Amikor amellett döntöttünk, hogy virtuálisan rendezzük meg a kiállításokat, természetesen felvettük a kapcsolatot szakmai partnereinkkel, média partnereinkkel, és ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy mindenben támogatnak minket, és igyekeznek ugyanúgy mellettünk állni ebben a speciális helyzetben, mint egyébként, amikor élőben rendezünk rendezvényeket. Velük együtt átnéztük, hogy mik azok a programok a kiállítások tekintetében, amik jól átültethetők ebbe a formába, a virtuális térbe. Az Agromas Expo tekintetében már előrébb járunk egy kicsit a programokkal, ugyanebben a gyönyörű szép virtuális stúdióban fogunk jelentkezni a szakmai programokkal. Egy napon keresztül tervezünk itt számtalan programot. Itt ugye ennek a virtuális kiállításnak van egy előnye, hogy aznap, amikor a program zajlik, akkor élőben meg tudja nézni a látogató, de itt nem lehet lemaradni egy programról, mert aki utána másnap, harmadnap följön a felületre, az vissza tudja nézni ezeket felvételről, ezeket a programokat. Ami már körvonalazódik, tervezünk egy megnyitót, itt fogjuk majd átadni a termékversenynek a díjait, mert szeretnénk ezt is tovább folytatni, hogy termékversenyt hirdettünk a kiállítás mellett, már érkeznek is szépen a jelentkezések erre a termékversenyre. A Gabona Termesztők Országos Szövetsége egy 2 órás programmal készül, ugye ők mindig a fizikai térben is hagyományosan szántóföldi szakmai nappal jelentkeznek a rendezvényen, ezt is átültetjük ebbe a gyönyörű szép stúdióba. Illetve lesz egy könyvbemutató, tehát számtalan színes programmal készülünk. A Fehuva, illetve a Bócsó tekintetében is gondolkozunk azon, hogy melyek azok a programok. Kicsit ott ugye más jellegű programok vannak, nem ennyire szakmai konferencia, illetve beszélgetés típusú programok a jellemzőek erre a kiállításra. Itt át kell még tekintenünk, hogy nyilván egy szarvasbőgés vagy kürtös versenyből mi az, ami és milyen formában valósítható meg ebben a virtuális térben. A programok szervezésén kívül mit tesz még a Hung Expo, hogy minél több látogatót érjen el, és mit tehet egy kiállító a sikeres megjelenés érdekében? A Hung Expo szintén ezt igyekszik ugyanúgy kezelni, mint egy fizikai kiállítást. Nyilván egy kicsit átgondoltuk a média mixet, amit alkalmazunk a hagyományosan. Kicsit a nyomtatott sajtó felé átmenjünk az online irányban. Nagyon sok online felületet használunk, a média partnereink ebbe is nagyon nagy segítségünkre vannak. Erősek szeretnénk lenni, erősen támaszkodunk a social media felületekre, akár a sajátjainkra, akár a média partnereinkére. Különösen az Agromas Expo esetében, de a másik két kiállításról is van valamennyi címlistánk. Az Agromas Expo nagyon sok címlistánk van. Nyilván a regisztrált látogatóink rendszeresen hírt fognak DM-levél formájában is kapni a kiállításról. És a kiállítók is teljesen hasonlóan tudnak felkészülni, mint egy hagyományos kiállításra. Ezt is kétfelé bontanám. Egyrészt ugyanúgy, mint élőben át kell gondolni, hogy mi az, ami éppen fontos, mi az, amiről éppen szeretnénk, hogy a standunk szóljon. Nem lehet minden tényleg mindent kiemelni, mert erre se élőben, sem virtuálisan nem alkalmas egy kiállítói stand. Kérjük, hogy gondolják mindenki, mi az, ami éppen a baj, vagy meg újdonság, vagy a szezonalitás miatt különösen fontos terméke, arra tudja helyezni a hangsúlyt. Ennek megfelelően kell feltölteni a filmeket, mindenféle anyagokat. A másik pedig, hogy ahogy élőben is szeretnénk kérni, hogy tájékoztassák a látogatókat arról, hogy itt vannak illetve a partneréket arról, hogy itt vannak ezen a kiállításon. Majdnem minden cégnek van Facebook oldala, szintén ott is hírt adnak erről, ez nem kerül semmibe. Hírleveleket hadd ki tudnak küldeni a partnereiknek. Ugye itt egy új felületről beszélünk, tehát egy közös felelősségünk, hogy megtaláljuk a látogatókhoz az utat, hogy megnyissák ezt a felületet. El kell kicsit magyaráznunk, együtt kell edukálnunk a látogatókat, hogy ez mire jó az a felület, és megmutatni nekik, hogy ez mennyire egyszerűen is működik. Ugye a látogatók felől nem igényel különösebb befektetést. Egyrészt pénzbe sem kerül, másrészt nem kell több órát utazni, a parkolni, a sok időt rászánni arra, hogy meglátogassa a kiállítást. Tehát az a közös feladatunk, hogy felkeltsük a kíváncsiságát, és hogy otthon akár egy fotelból, íróasztal mellől, telefonról, számítógépről, tabletről néhány kattintással becsatlakozzon, és megnézze a kiállítók által kínált termékeket. A látogatóknak tehát könnyű lesz az elérés és a megtekintés. Most nézzük meg, van egy kis filmünk arról, Klári, ugye, ha minden igaz, hogy a kiállítóknak sem bonyolult ez a rendszer, és ezzel a kis videóval lépésről lépésre végig tudjuk vezetni Klári segítségével a kiállítókat, hogy hogyan is kell felépíteni, hogyan is kell létrehozni egy standot.
Igen, mielőtt elindítjuk ezt a filmet, szeretném elmondani, hogy nyilván annak, aki ezt most először fogja látni, egy picikét talán gyors lesz, és nagyon sok információt is fogok mondani közben, de egyrészt ezt az anyagot is, tehát magát a YouTube videót, illetve a prezentációs anyagot, valamint a használati utasítást, ezt írásban is meg fogják kapni a kedves kiállítóink, és hát az egész stábunk áll majd rendelkezésre, hogyha esetleg a feltöltésnél valami probléma adódna. Úgyhogy akkor kérném szépen is indítsuk el ezt a filmet. Ugye a kiállítóknak el fogjuk küldeni a belépési útvonalat, egy belépési nevet is és egy jelszót, és amikor ők ezt beírják erre a felületre, akkor oldalt megjelenik nekik egy ilyen menü, és innen gyakorlatilag idézőjelbe felépíthetik a virtuális tandjukat. Ugye első menetben ki kellene tölteni a céges információkat, ez most azért ugrott ki, mert épp a weboldalt írtuk be, egy Hungexpo standot építettünk egyébként föl, tehát ki kell tölteni a cégnevet, az, ami ugye megjelenik majd a standon, akár az alapítás évét, székhelyt, illetve egy szlogen beírására is van lehetőség, ami ugye a cégre jellemző. Aztán fel tudunk tölteni 4 különböző linket, ezek mutathatnak termékre, ajánlatra, bármire, akcióra, és ezt követően feltöltjük a logónkat, ami szintén meg fog jelenni majd a standon, egy kontaktinformációt és a különböző social media elérhetőségeket. A céginformációra végül is elég szép nagy felület áll rendelkezésre, 2x20 000 karakter plusz egy fotót is föl tudunk tölteni, és ezzel az alapinformációk a cégről, magáról, a kiállítóról el is készültek. Elmentjük ezeket a feltöltött adatokat, és akkor most jönnek még ugye most fogjuk kiválasztani igazából, hogy hogy fog kinézni a virtuális standunk. Ebből a 10-ből, amit az előbb mutattam, lehet választani. Mi kiválasztottunk egy ilyen kékes árnyalatút, ugye a logót már az előbb feltöltöttük, az mindjárt meg is jelent. Kiválasztjuk a kis virtuális hostessünket, és ezt követően még egyedivé próbáljuk tenni majd ezt a standot, 2 kép segítségével, egy poszter és egy banner kerül még föl ezekre a fehér felületekre. Ez egyébként minden standon körülbelül ez a 3 felület az az, ami díszíthető. Egyébként, amikor ugye a feltöltés történik, akkor a rendszer teljesen érthetően odaírja, hogy körülbelül mekkora dimenziójú képek tölthetők föl, úgyhogy ez azt gondolom, hogy ez könnyen fog majd menni. És amikor ez is elkészült, akkor még megyünk tovább, mert most jön gyakorlatilag a standnak a tartalma. Először föltöltünk olyan anyagokat, amit majd a látogatók le tudnak tölteni. Ezek is lehetnek ajánlatok, vagy bármi egyéb olyan már meglévő anyagok, tehát nem kell ezért újat kreálni. Föl tudunk tölteni videókat, videolinkeket, ezek egyébként YouTube vagy Vimeo-sok lehetnek. És ezt követően most megmutatom azt, hogy mindezt, amit eddig csináltunk, a látogató hogyan fogja észlelni. Tehát egyrészt beregisztrál, majd pedig belép a pavilonba, itt van a pavilonrajz, és a kereső funkcióval elkezdi azokat a cégeket felkutatni. Ugye most csak egy van, mert csak egyet kreáltunk meg, de már ott van ugye a logónk, a poszterünk, a bannerünk, és gyakorlatilag az összes feltöltött információ megjelenik. Itt van a céginformáció, a videók, és az összes eddig elmondottak amik a standnak a tartalmát képezik gyakorlatilag a látogató részére, ami érdeklődésre tarthat számot. Tehát weboldal, a linkek, a social media elérhetőség, és a poszter és a banner az egyébként ugyanaz, ami a standon is látható. Jó, most visszamegyünk egy kicsit a kiállítói felületre, mert most egy elég érdekes, vagyis egy nagyon fontos lépés következik, amikor az ajánlatainkat feltöltjük. Itt most mi kreáltunk egy eladó traktort, aminek feltöltöttük az információit, egy képét, egy videót róla.
És hogyha ezt megnézzük látogatói szemszögből, akkor lehet látni azt, hogy ezt az ajánlatot ugye egyrészt termékcsoportra keresve tudja megtalálni, ott van, másrészt pedig meg tudja találni majd, hogyha a cégre keres. Tehát ezeket a dolgokat töltöttük fel az ajánlatainkhoz, vagyis ehhez az egy ajánlatunkhoz jelen pillanatban, de ugye többet is lehet majd, és akkor itt pedig a cég alapján keresték meg a látogatóink ugyanazt, ott van ajánlatok, és meg is van. Tehát ugyanez az információ. Jó, most még egy picit visszamegyünk a kiállítói felületre. Itt még egy-két információt itt csak így megmutatok képileg, hogy mi mindent lehet ide föltölteni. Itt van ez a bizonyos chat elérhetőség, tehát hogy nem kell egész nap a gép mögött ülni, be lehet ezt is állítani, hogy mikor ér rá az egyes kiállító, és ezt meg is tudja találni a látogató. Szintén ott vannak az elérhetőségek. És akkor most jön ez, hogy amit az elején is említettem, hogy a kiállító a valós idejű látogatókat itt le tudja szűrni, úgyhogy ez a későbbi üzletkötések miatt nagyon fontos. És végül, de nem utolsó sorban egy pár szót a chat funkcióról. Ugye egyrészt ez írásos chat formájában működik, ezt mind a kiállítók, mind a látogatók kezdeményezhetik. És van egy videócset is, amiről ugye szó volt. Azt csak egy pillanatra megmutatjuk, hogy működik. És akkor köszönöm szépen, ennyi lett volna a részletes funkcióbemutató, és amennyiben majd kérdés lesz, természetesen segítünk, és küldjük az írásos anyagot, küldjük ezt a videót is, úgyhogy úgy gondolom, hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Klári. Hát ugye itt láttuk, hogy ez a kis videó, ez egy 6 perces videó. Hát ha nem is állítom, hogy mindenki 6 perc alatt elsőre felépíti a saját standját, de tényleg nem ördöngősség, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy a kollégák azok rendelkezésre állnak és segítenek, plusz ez a kis videó is kikerül önökhöz, és tudják ennek a segítségével összeállítani a megjelenésüket. Nagyjából a végére értünk itt a témáinknak, még, és aztán jönnek a kérdések, még Gábort kérdezném, mert erről nem beszéltünk annyit, ugye elsősorban most a márciusi eseményekre koncentráltunk, de mi a helyzet a további akár Hungexpos rendezvényekkel, akár azokkal a nagy őszi vendégrendezvényekkel, amikről szó van az év hátralévő részében. Pillanatnyilag úgy készülünk, hogy a március követő hónapokban a jelenlegi helyzet szerint elvben lehetne kiállításokat tartani, ezért a Konstruma kiállításunkat, illetve a Magtech kiállításunkat úgy tervezzük, hogy fizikai formában tartjuk meg elsősorban, nyilván, ahogy az előbb mondtam, kiegészülve ezzel a digitális platformmal. Amennyiben március 1-én vagy február 28-án azt mondja a kormány, hogy egy hónappal még meghosszabbítja ezeket az intézkedéseket, tehát fenntartja ezeket a szigorításokat, akkor úgy fogunk dönteni, hogy a Konstruma esetében van B-tervünk, ezért június első hetére rakjuk át a Konstruma kiállításunkat, de addig a fizikai kiállításra készülünk. A májusról szerintem most még egy kicsit talán korai lenne beszélni, beszéljünk erről talán egy hónap múlva, amikor jobban látjuk ezt a dolgot. Ugye kérdezhetik joga, hogy miért halasztjuk el, hogy ha csak márciustól április 1-ig hosszabbítják meg a szigorításokat, akkor miért nem lehet április 5-én kiállítást rendezni? Hát nyilván azért, mert sem a kiállítók, sem mi kiállítás szervezők, és egyébként a látogatók sem tudnak úgy fölkészülni egy ilyen kiállításra, egy ilyen komoly kiállításra, hogy az akkor meg fizikai mi voltában megrendezésre kerülhessen. Ezért fogunk úgy dönteni ebben az esetben, hogy akkor júniusra halasztjuk ezt a kiállítást. Ami a nagy vendégrendezvényeket illeti, az év második felében, ugye szeptemberben az első az eukarisztikus kongresszus, azzal indul az ősz, utána egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás, és akkor utána pedig a fenntarthatósági világ találkozó. Itt a kérdés reményeim szerint már nem az, hogy fizikailag megrendezhető-e vagy sem, hanem itt talán inkább a nemzetköziség inkább a kérdése ennek a dolognak, mennyi nemzetközi látogatóra számíthatunk.
De ez az, amire én most nem fogok tudni itt válaszolni, hiszen fogalmam sincs, hogy milyen lesz itt az átoltottsági szint az egész világban, hiszen erre az eukarisztikus kongresszusra a világ minden tájáról várunk vendégeket, látogatókat, úgyhogy azt meglátjuk, de azt gondolom, hogy a belföldi jelenlét viszont mind a három kiállításon nagyon-nagyon-nagyon erős lesz. Azt gondolom, hogy a kiállítói szinten a külföldiek el tudnak jönni, inkább a tömeges látogatottság az, ami egy picit talán a belföld felé fog tolódni ebben ezeknél a rendezvényeknél, de szerintem ez nem is olyan nagy baj, hiszen a belföldiek is egy nagyon erős célcsoportja ezeknek a rendezvényeknek. Ha már általában a tendenciákról, várakozásokról beszélünk, akkor muszáj megkérdezem most kicsit itt inkább, mint Maresz elnöki minőségedben, hogy hogyan látod egyáltalán a közép-hosszú távon, nem csak Hungexpo vonatkozásban, hanem általában rendezvényiparág tekintetében a helyzetet. Milyen állapotban van most a szakma, és hogyan fog megvalósulni, és vajon mikor az indulás, az újraindulás? Na, nehéz helyzetben van ma ez a szakma. Ugye tudni kell azt, hogy márciusban ez a szakma volt az, amelyik először leállt, és ez a szakma lesz az, most már látjuk egyébként így a hírekből is mindenhonnan, hogy majd amikor a könnyítések jönnek, akkor először majd kinyitjuk a vendéglátóhelyiségek teraszait, aztán majd a belső részeket, egyébként majd elkezdjük nyitogatni a szállodákat csökkentett üzemmódban. Na, ez a szakma viszont utoljára fog fölállni a földről, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Nyilván a túlélés érdekében, illetve a szakma életben tartásának érdekében mi nem tudtunk ételt kiszállítani, viszont mi tudtunk a digitális térben olyan rendezvényeket tartani, mint például egyébként, mint hogy mi kipróbáltuk ősszel ezeket a digitális kiállításokat, létrehoztuk ezt a digitális stúdiót, tehát ilyen jellegű rendezvényeket nagyon-nagyon nagy erőbefektetéssel, sok munka ráfordítással tudtunk rendezni. Ezek nyilvánvaló, hogy az előbb is elmondtam, nem pótolják a fizikai valóban megrendezett rendezvényeket, de ettől függetlenül nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ami nagy siker, és egyébként ez talán a Maresznak is köszönhető, hogy ez a szakma kapott olyan bér- és munkaerő megtartási támogatásokat, amelyekkel meg tudta tartani a munkaerejének a nagy részét. Hangsúlyozom, a nagy részét nem tudott mindenkit megtartani. Sok olyan cég van egyébként, aki tényleg végig arra játszott, hogy 19-re húzott lapot, és nem bocsátott el senkit, de vannak olyan kisebb cégek, akik nem annyira tőkeerősek, tökérthető módon kényszerültek elbocsátásokra. Ez viszont nagyon nagy veszélyt hordoz magában, hiszen nagyon félő az, hogy az a 30% körülbelül ezt néztük a Maresz kutatásokban, akik elbocsátásra kerülnek, azok már nem fognak visszatérni erre a pályára. És ugye ezek a pálya elhagyók azért hiányozni fognak akkor, amikor mondjuk Budapesten, mondjuk akár 2021, de beszéltek 22-23-ra, és olyan nagy rendezvények kerülnek megrendezésre, ahol nagyon nagy szükség lenne erre a munkaerőre, erre a szaktudással rendelkező munkaerőre. Ami még probléma, hogy ugye annyira szerteágazó ez a rendezvény szakma. Körülbelül mindig azt mondjuk, hogy a 35 szatellit szakmát foglal még magában a klasszikus rendezvényszervezésen kívül, úgyhogy ők viszont nem tudtak mindenfajta támogatást kihasználni, megkapni, úgyhogy ők meg aztán még nehezebb helyzetben vannak. Nyilván vannak kreatívabbak, akik át tudtak állni, egy picit tudtak profilt váltani, és nyilván vannak olyanok, akik viszont nagyon nehéz helyzetben vannak, de hát ez azért egyébként sajnos a gazdaság egészére is jellemző volt itt az elmúlt időszakban. Igen, talán épp ezért is olyan fontosak, hogy megmaradjanak valamilyen formában a rendezvények, hogy az üzleti élet az továbbra is tudjon menni, hiszen mindig is azt mondjuk, hogy ezek az üzleti rendezvények a gazdaság motorja, így az újraindításhoz is nagyon nagy szerepük lesz, és hozzá fognak járulni. Nézzük akkor a kérdéseket, mert már szép számban jöttek. Szerintem Krisztánnak fogom feltenni. Umenhofer Péter Axiál kérdezi, szükséges-e digitálisan is a 4 nap a teljes nyitvatartási idő? Hogy látjátok ennek a kérdését a face-to-face beszélgetések szempontjából? Köszönjük a kérdést. Nem is beszéltünk egyébként a nyitvatartásról részletesen. Ugye a virtuális térnek megvan az az előnye, hogy nem zárjuk be a kapukat 6 órakor, mint a hagyományos kiállításon.
Vannak aktív órák, úgy hívjuk ezeket, amikor a hagyományos nyitvatartási időben elérhetőek az összes funkciója kiállításnak, tudnak a látogatók csetelni, akár írásban, akár videóban. Illetve nyitvatartási időn kívül, tehát este 6-tól reggel 9-ig elérhető minden más funkció is, tehát meg tudják nézni ugyanúgy az ajánlatokat, akár éjszaka is a látogatók, vagy visszanézhetik a programokat, nyilván akkor nem tudnak élőben csetelni a kiállítókkal. Még azt is kihasználva ennek a virtuális térnek az előnyeit, nem is zár be március 6-án például az Agromas Expo, hanem utána még egy hétig egészen március 14-éig elérhetőek lesznek ezek a funkciók, szintén a chat és a videó funkció kivételével. Ha a kiállító viszont nem szeretné azt, hogy tényleg 9-től 6-ig valakinek ülni kelljen, vagy valakinek ülni kelljen a számítógép előtt is fogadni a látogatói kérdéseket, akkor, ahogy a Klára is mutatta, van lehetőség arra, hogy beállítsa a kiállító azokat az aktív órákat, amikor ő szeretne ilyen megkereséseket fogadni. Ezt a látogató látni fogja a felületen, és tud akkor visszajönni esetleg, amikor élőben tud a kiállítóval is beszélni. Köszönöm. Többen is kérdezik, hogy mire számítunk, milyen látogatói, látogatottságra, milyen adatokra, kihez, Gábor? Ugye az őszi tapasztalatok alapján a látogatók ugye éhesek arra, hogy rendezvényeken vegyenek részt. A piackutatásaink alapján egyébként például pont az Agromas kapcsán egy teljesen független piackutatást olvastunk, azt hiszem a Haszon Agrár, vagy nem tudom, nem, valami... Agrárunió. Melyik, bocsánat? Agrárunió. Oké, labban ott az volt az előrejelzés, hogy a 85%-a a látogatóknak mindenképpen szeretné valamilyen formában meglátogatni a kiállítást. Ugye most itt digitálisan lesz erre lehetőség, úgyhogy folyamatosan kutatjuk, kérdezzük mi is a kiállítóinkat. Nagyon nagy az érdeklődés, igazából azt tudom mondani. Ezt már az ősieknél is tapasztaltuk, úgyhogy nagyon komoly marketinget fordítunk most idén ugye arra, hogy rengeteg látogató legyen a kiállításon. Úgyhogy nyilván óvatos becslésekkel azt gondolom, hogy egy olyan 15-20%-kal talán, ha kevesebb látogatónk lesz, akkor azért az már egy nagyon nagy siker lesz egyébként a kiállítás szempontjából. Hát úgy legyen. Kriszta, akkor ha már itt tartunk, Agromas látogatók merültek föl, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye van már több cég is, aki jelezte részvételét az Agromas, virtuális Agromason. Mondanál néhány példát, vagy hogy állunk most a kiállítás szervezéssel? Igen, van jó néhány jelentkezünk már az Agromas Expo-ra. Köztük kiemelném mondjuk az Axiát, aki ugye élőben is az egyik legnagyobb kiállítónk szokott lenni a hagyományosan a rendezvényeinken, de nagy márkák közül itt lesz például az Amazon, Linamar, Hevesgép, egy más termékkategóriából az Atra, illetve a Bázismag, tehát elég széles kínálat jön. Nyilván nem soroltam fel mindenkit, aki eszembe jutott hirtelen azokat, tehát nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a kiállítókat érdekli ez a lehetőség, és tényleg többféle termékkel készülnek majd. Köszönöm. Most egy kicsit akkor vegyük azokat a kérdéseket, amik konkrét megvalósításra vonatkoznak, úgyhogy itt Klári, tiéd lesz a szó. Ugye többen is kérdezték azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy egy cég saját fotót tegyen föl a standjáról, vagy hogy a 10 választható stand mellett külön saját standtervet használjon. Van lehetőség rá, ezt nem mutattam meg a filmen, de hogyha a saját standot vagy saját fotót töltenek fel a standjuk helyett, akkor azon viszont nincsenek meg ezek a külön felületek, amit ugye díszíteni lehet, de van lehetőség rá, és annak is megvan a dimenziója a felületen, úgyhogy fel fogják tudni tölteni, igen. Tehát ha valaki olyan standtervet készít, amin már eleve rajta vannak az ő saját felületei, akkor ennek semmi akadálya nincs, és várjuk szeretettel az ilyen egyedi standokat is. Következő kérdés, mi alapján tudnak majd a látogatók szűrni a kiállítókra, tehát hogyan találják meg a keresett céget vagy terméket? Igen, egyrészt név alapján, tehát a kiállító cég neve alapján, másrészt, hogyha majd külföldi kiállítóink lesznek, ország alapján is tudnak szűrni, és ahogy a kis videófilmben mutattam, az ajánlatokat ott pedig termékcsoport alapján is le tudják szűrni. És a kiállítók hogyan kapnak értesítést a látogatókról, akik meglátogatták a standjukat? Egyrészt, ahogy mutattam,
valós időben le tudják tölteni azt, hogy kik azok a látogatók, akik a standjukat meglátogatták, tehát ott az adataikkal együtt le tudják ezt kérdezni, meg a kiállítást követően is. Másrésztről ugye a chat funkcióról azonnal kapnak egy kis hangértesítést, hogyha valaki ír nekik, illetve érdeklődést küld, és hát az e-mailt is megadtuk ugye a felületen, tehát akár e-mailben is föl tudja venni a látogató a kiállítóval a kapcsolatot. Köszönöm. Várjuk továbbra is a kérdéseket, mert most már lassan kifogyunk a megválaszolandó kérdésekből. Van még egy, Klári, arról is beszéljünk egy kicsit, hogy a feltölthető ajánlatok számának van-e bármilyen korláta? Van korlátja, ez pedig a különböző csomagoknak a tartalmában fellelhető. Hogyha jól emlékszem, akkor a mini csomagban 3-3 ajánlat, illetve letölthető anyag tölthető föl, meg videólink. A midi csomagban 6, és a maxi csomagban pedig 10-10 ilyen anyag tölthető föl, és mindegyiknek megvan a dimenziója ott a felületen, tehát ott a kiállító fogja látni, hogy mekkora anyagok tölthetők föl. Köszönöm szépen. Most egyelőre úgy látom, hogy nincs több kérdésünk, úgyhogy benneteket kérdezlek, hogy maradt-e még bárkiben olyan dolog, amit szeretett volna elmondani, vagy menet közben felmerült kiegészítésként. Hogyha... Én talán még annyit elmondanék, hogy sokat foglalkoztam, ültem Klári mellett, és nézegettem ezt az Easy Virtual Fair-nek a honlapját, illetve hogy hogyan működik, és hogy tényleg az szólt emellett a leginkább, hogy mennyire egyszerűen kezelhető, mennyire egyszerűen használható ez a dolog, hiszen még én is meg tudtam tanulni, úgyhogy közösen próbálgattuk a különböző standokat, meg nézegettük, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és tényleg arra mentünk tényleg rá, hogy egyszerű legyen, könnyen kezelhető, könnyen érthető, könnyen látogatható, tehát a látogatók számára is nagyon érthető és könnyű dolog legyen, illetve tényleg tartózkodtunk, ahogy talán Kriszta mondta az elején, ezektől a nagy látványelemektől, amik nagyon terhelik esetleg a kompjúterünket, az internet hozzáférésünket, ezeket inkább elhagytuk, hanem tényleg inkább arra mentünk rá, hogy minél jobban a tartalmat megjelenítve, minél könnyebben kezelhető legyen, úgyhogy remélem, hogy a kiállítóknak is tetszeni fog, és könnyen fogják tudni ők is kezelni. És akkor én is szeretném még egyszer elmondani, hogy az összes kollégám rendelkezéssel annak érdekében, hogy segítse az önök munkáját, ha bárhol elakadnak, bármi van, akkor itt vagyunk és segítünk mindenben. Jött közben még kérdésünk. Gütler Masineri kérdezi, hogy a látogatottságról beszéljünk még egy kicsit, az online esemény hol lesz hirdetve, milyen korosztályra számítunk. Kriszta, mivel már pár szót ejtettél erről, szerintem akkor még egy picit talán ezt tovább boncolgathatjuk. Igen, erről egy kicsit beszéltünk már. Alapvetően, ugye, ha a Gütler kérdéséről megyünk vissza, egy Agromos Expo-ról beszélünk, nagyjából ugyanazokkal a médiapartnerekkel a agrárszaksajtó az, amiben gondolkodunk. Ahogy mondtam, inkább a nyomtatottról átmenve az online irányban a médiapartnereinknek az online felületeit használva, illetve social médiát van erős jelenlétet tervezünk. Erős lesz a DM kampányunk, ahol az Agromos Expo esetében több mint 30 ezeres címlistánk van, akik rendszeres látogatói a rendezvénynek. Nekik többször is fogunk DM levelet küldeni, nyilván ebben részletesen is elmagyarázzuk, hogy működik ez a felület. Ugye a DM levélnek az az előnye, hogy megvan benne a lehetőség, hogy nem néhány szavas tartalmat tudunk közvetíteni, hanem hosszasan el tudjuk magyarázni, hogy hogyan működik és hogyan tud erre fölmenni a látogató. Számítunk a kiállítóinkra is mindenképpen, hogy segítenek nekünk ebben a kommunikációban. És hát mi továbbra is hiszünk abban, hogy sok látogatója lesz, hiszen nagyon könnyen minden különösebb energia és pénzbefektetés nélkül meg tudja ezt a látogató tekinteni, ezt a felületet. Nem kell több órát utaznia, nem kell pénzt adnia érte, könnyedén a saját, talán ebéd utáni ejtőzés közben is föl tud menni a felületre, és meg tudja nézni. A korosztály is szerepelt a kérdésben. Én azért úgy látom, hogy az agráriumban egyre szélesebb az a réteg, aki nagyon profin használ mindenféle ilyen online eszközöket, hiszen ugye már precíziós gazdálkodás az, ami a napi téma az agráriumban, ami elképzelhető kockás papíron és tollal kivitelezve.
előző években is láttuk, hogy egyre többen regisztrálnak már online, egyre többen vesznek online jegyet is, tehát abszolút nyitottnak látjuk már ezt a réteget is arra, hogy egy ilyen eszközöket használjanak. Nyilván van egy réteg, aki talán nem alkalmas erre, ők azok a talán 20%, akit el fogunk veszíteni, de kiállítóink között is vannak olyanok, akik nem a legfiatalabbak közül jönnek, és elsőként meglátták ebben a lehetőséget, és tehát szerintem ez nem annyira korfüggő, inkább hozzáállásfüggő. Köszönöm. Jött még közben kérdés, mégpedig az, hogy az interakció az visszafelé is működik-e, tehát hogy a kiállító látja-e, hogy aktuálisan ki az a látogató, aki a standjánál van, adott esetben megszólíthatja-e? Igen, ez is a kisfilm része volt, hogy a kiállítói menüben, ott a baloldali menüben van egy olyan rész, hogy visitors, tehát ott le tudja azt szűrni, hogy kik azok a látogatók, akik az ő standját meglátogatták, akár valós időben, akár pedig a kiállítást követően. És amennyiben, mert a következő kérdést is látom, felolvasod, Gabi, vagy mondjam én? A standot látogatók adatai után, adatait utána milyen céllal szabad felhasználni a kiállítónak, itt ugye elsősorban a GDPR adatvédelem szempontjaira tekintettel. Igen, tehát ez a rendszer egyébként, ez az easyvirtualfair.com oldal, ez GDPR konform, viszont ugye a látogatóink azok nálunk regisztrálnak, és ott ugye két dolgot kell bepipálni, az egyik az, hogy a Hung Expo használhatja az ő adataikat, a másik pedig, hogy a kiállítók is használhatják. Amennyiben ezt a kettőt a látogató bepipálja, akkor gyakorlatilag a kiállító rendelkezésére áll az adat. Még egy kérdésünk van, Szana Szilvia kérdezi, egyedi standnál is ugyanúgy feltölthetőek-e a linkek, ajánlatok és egyéb letölthető anyagok? Természetesen ez így van. Ott egyedül csak az a két felület, vagy három felület nincs meg, de ahogy Gabi is mondta, hogyha egy olyan egyedi standot tölt fel a kiállító, ami már eleve díszítve van, akkor ez sem probléma, és utána minden más feltölthető ugyanúgy, mint a választott standnál. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy legalábbis egyelőre minden kérdésre választ tudtunk adni. Természetesen utána is a üzleti reggeli lezárása után is, hogyha még érkeznek kérdések, akkor ezeket meg fogjuk válaszolni. Még egyszer nagyon köszönjük minden nézőnknek itt, amennyire jól tudom a számokat, körülbelül 100-an, több mint 100-an követték ezt az üzleti reggelit. Ígérem, hogy be fogjuk pótolni a személyes találkozós üzleti reggelit, reméljük, hogy minél hamarabb, addig is biztatjuk önöket, hogy vegyenek részt a virtuális kiállításainkon kiállítóként, és buzdítsák a látogatókat arra, a partnereiket arra, hogy látogassák meg a kiállítást. Köszönöm szépen még egyszer a résztvevőknek, Gancer Gábornak, Tihanyi Klárának és Szilvási Krisztának, és várjuk önöket a virtuális kiállításunkon. Köszönjük szépen!